Nyisd ki a Bibliádat, kérlek, apostolok cselekedei 2 kettőnél. És egy, a 41-től a 47. versekig fogom felolvasni. Apostolok cselekedei kettőt, 41-től 47-ig. És, és megnézzünk jó néhány dolgot, amit, 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 így gyülekezet tesz, vagy ami a gyülekezetnek a lényege úgy szintén. Jó? És, és gyertek, legyünk egy ilyen nagyon nyitott szívvel az Isten jelenlétére, az Istenre, hogy mi, mit, mit, üzen, mit mond, mit ír, mit mutat a drága Szent Szellem nekünk. Úgyhogy apostolok cselekei kettő, 41-től 47-ig. Akik azért örömmel fogadták szavát Péternek, aki pünköskor prédikált, megkeresztelkedtek. És azon a napon, mint egy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. És álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadta, hogy az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaitkat eladogatták, szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Minden nap kitartóan és egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban és házanként. Megtörték a kenyeret, és örömmel, és tiszta szívvel részesedve az eledelben. Isten dicsőítve, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hát ahogy így olvassuk az apostolok cselekedetét, és, és invitálok arra benneteket, hogy gyertek ezekben a hetekben, a hónapokban olvassuk az apostolok cselekedetét. Annyira mozgalmas, annyira izgalmas, annyira uh, csodálatos, hogy Isten mozdul, ahogy a Szent Szellem cselekszik, ahogy elhív, ahogy, ahogy, ahogy mozdít, ahogy a szél fúj a Szent Szellemnek a szele. Tehát, hogy, hogy látjuk Istennek a munkáját aktívan. És ö, ezzel együtt valahol ö, megmozdul bennünk az a vágy, hogy vágyjuk az Isten munkáját az életünkben, a környezetünkben, a gyülekezetünkben, és vágyjuk az élő Istent magát az életünkben, a környezetünkben és a gyülekezetünkben is. Ez az írásrész, amit most felolvastam, ö, ez egy nagyon-nagyon értékes ilyen sarokkő írásrész, ami így az első gyülekezet, hogy megszületett, hogy mi minden volt, hogy, hogy, hogy nézett ez ki. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen minta számunkra, nem csak számunkra, az egész kereszténység számára így az elmúlt 2000 évben. Ez egy olyan, mint egy tervrajz, amihez mindig vissza érdemes térni. És azért érdemes visszatérni, mert a gyülekezet mindig eltér a tervrajztól mindig ilyen rétegek rakódnak. Olvastam egy kastéról Olaszországban, amit, amiben felfedezték azt, hogy egyébként van egy Leonardo da Vinci freskó ott a kupolájában, de 17 réteg volt rajta, festékréteg. És a 17 festékréteg alatt volt ez a remek mű, ez a műalkotás. És ilyen egy kicsit ez az írás rész, meg így a gyülekezet maga, hogy az év tizedek, az év századok, az év ezedek során egy csomó réteg rárakódik erre a remek műre, ami élettel teli, szellemmel teli, a szent szellemmel teli, erővel teli, szép, csodálatos, erőteljes a gyülekezet, mert, mert, mert az Isten szellem által abszolút az, és mégis rárakódnak ezek a rétegek, és érdemes lekapírgálni és visszatérni nagyon alázatosan ennek az egyszerűségéhez. Ennek a szépségéhez, ennek az erejéhez. Úgyhogy, úgyhogy ez a mi feladatunk is egyébként, ez a mi részünk is. És... Itt meg fogjuk látni, hogy van hét oszlop ebben az írásban, hogy hét olyan dolog, amit a gyülekezett tesz. És ma nem nézzük meg mind a hetet, de hogyha megnézitek, itt a 42. versben azt mondja, hogy ők álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban, ez volt az egyik, aztán a közösségben ez volt a másik, aztán a kenyér megtörésében ez volt a harmadik, aztán az imádságban ez volt a negyedik, aztán később azt olvasjuk, hogy szétosztották mindenüket, mindenüket amik voltak, amik volt. Tehát, hogy szolgáltak így a szükségben lévők felé, ez szolgálat, ez volt az ötödik. Aztán dicsőítették Istent, ez volt a hatodik. És aztán. Utána azt látjuk, hogy Isten pedig adta napról napra az üdvözülőket, ahogy ők ebben az egyszerűségben, egységben, a szellemereiben, a bizonságtételereiben éltek, és, és ez pedig a, az evangelizáció, vagy misszió, vagy, vagy az, hogy bizonyságtevő élet, ez volt a hetedik. Tehát az hét ilyen oszlop. De még mielőtt beszélnék egy-egy ilyen oszlopról, meg azt gondolom, hogy jövő héten folytatjuk, egy picit még haj beszéljek így a beltartalomról, mert, mert egy dolog részt venni a tanításban, egy dolog közösségben lenni, egy dolog a kenyeret megtörni, egy dolog imádkozni, hogy így a gyülekezetnek van egy beltartalma, van egy, 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 egy tartalma, ami természet feletti. Mert hogy a gyülekezet az egy új realitás, egy természet fölötti realitás, ami pünköskor született. És azt látjuk pünköskor, hogy jött a Szent Szellem, ahogy ki lett mint egy sebesen zúgó szélnek a zendülése, betöltötte az egész felső ahol imádkoztak, erről volt szó múltak, hogy imádkoztak, és, és eljött a Szent Szellem, és betöltötte őket, és azt látjuk, hogy lángnyelvekhez hasonlók jelentek meg mindegyiküknek a feje felett, és és, 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 rájuk szálltak ezek a lángnyelvek. És ez beszél arról a természet fölötti valóságról. Mert tudjátok, az Ószövetségben mindig, amikor tűzről volt szó, mikor lángnyelvekről, vagy valójában a tűzről volt szó, az mindig Isten jelenlétét elképezte. Isten szentségét, Isten tisztaságát, Isten jelenlétét. A Hórep hegyen, ahol megjelent Isten nekik, a teteje teljesen le volt perzselve, mert tűzoszlopban jelent meg. A pusztában, ahol ott volt a Szentcsátor, a Szentcsátor felett tűzoszlopban volt jelen uh, Isten, volt egy ilyen tűzoszlop. Ez azt jelenti, hogy Isten ott van, Isten temploma, Isten lakhelye az. És az Új Szövetség egy óriási változás, mert ez nem azt mondja, hogy egy épület felett van Isten jelenléte, vagy egy épületben van Isten jelenléte, hanem azt jelenti, hogy mi bennünk hívőkben, mi bennünk emberekben, hogy egyes-egyenként felettük jelentek meg ezek a lángnyelvek, ez a kis mini tűzoszlop, és úgymond a gyülekezet felett. És ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy te vagy az Isten lakhelye. Te vagy a Szent Háromságos Istennek az otthona. Te vagy az ő temploma. És hogy mi vagyunk az ő temploma, mi vagyunk az ő lakhelye. Hogy Isten, akiről azt mondja Ézsaiás, hogy az egek egeit sem tudja betölteni. Hogy a menny az ő trónusa, és hogy az ő föld az ő lábainak a zsámoja. Ő úgy döntött, hogy benned lakik. Ő úgy döntött, hogy bennünk lakik, mert az Új Szövetség mind a kettőt mondja, amikor a templomról beszél, arról beszél, hogy én az Isten temploma vagyok, és arról beszél, hogy mi az Isten temploma. A szellemnek a hajléka, Istennek a hajléka vagyunk, és úgy döntött, hogy bennünk lakik. És ez az a realitás, ami annyira fontos, mert valljuk be őszintén, hogy nagyon könnyű lemondónak lenni a gyülekezettel. Nagyon könnyen ö, azt találjuk sokan, hogy ö, látjuk így az emberi részt a gyülekezetben, látjuk a, az ügyetlenséget, látjuk az emberi bukdácsolást a gyülekezetben. Érzékeljük azt, hogy, hogy hát ebben azért sok emberi dolog van, és emiatt hajlamos, hajlamosak vagyunk kritikusak lenni, hajlamosak vagyunk leértékelni, lehúzni és alábecsülni, negatívnak lenne a gyülekezet felé, felől. De nem, 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 nem. Nem kell, hogy ezt így a kezünkkel így érintsük. Értékeljük nagyra. Szeressük, becsüljük, lássuk benne. Istent, mert ezt nem mi találtuk ki. A Szent Háromságos Isten lakhelye, az ő jelenlétének helye, a Krisztusnak a mennyasszonya. Egy picit olyan, mint a Szent Sátor az Ószövetségben, ami kívül borzbőrökkel volt takarva, belül viszont színarany volt hogy kívül közönségesnek néz ki az ember személy előtt, de a természetére nézve, mikor belépünk, akkor telve van aranyal, mert isteni természetű. És ilyen a gyülekezet. Ilyen a gyülekezet. És figyeljetek, így az új szövetségi gyülekezetek, és ahova így a levelek íródtak, egyébként összességében ezek nem nagy gyülekezetek voltak. Ezek házi gyülekezetek voltak. Tehát, amikor ilyet olvasunk, hogy Pál azt mondja Timóteusnak, hogy a gyülekezet az Isten háza. Az élő Istennek a, a háza, az élő Istennek a, az egyháza, az igazságnak az oszlopa és az alapja. Akkor látnunk kell, hogy ezek sokszor tízfős, húszfős, ötvenfős házi gyülekezetek voltak amik ö, lehet, hogy emberileg nem tűntek túl nagynak, de ez óriási, mert ez isteni ö, beltartalommal bír. És ö, csak a Szent Szellem és egy megtört szív tudja, ész, a Szent Szellem által egy megtört szív tudja érzékelni és értékelni az Istennek azt a hatalmas munkáját amit a gyülekezetben végez. Úgyhogy nézzünk meg egy-egy oszlopot, így a hétből. Az első, az a 42. versben azt mondja, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában. És erről nem fogok sokat mondani, tehát ez így a tanításról szól, hogy, hogy, hogy a tanítás az egyik ilyen oszlopa az élő gyülekezetnek, méghozzá az apostoli tanítás. Ha megkérdezheted, hogy mi az az apostoli tanítás, te szeretnéd tudni, hogy mit tanítottak, és mi az apostoli tanítás, hogy mi az az oszlopa a gyülekezetnek, és jó hírem van, nem kell messzire menned, nem kell tovább menned, az Új Szövetségben van az apostoli tanítás, mert az az apostoloknak a tanítása. Jó, tehát ami az Új Szövetségben van, az az apostoli tanítás. És ez egy fontos oszlopa így a gyülekezetben. Azt olvasjuk, hogy ők álhatatosan kitartottak így az apostolok tudományában, tanításában. Hogy, hogy ez azt jelenti, hogy van, van, van tanítás, és én nem vagyok apostol, de ha az új szövetséget tanítom, akkor az az apostoli tanítást tanítom, jó? És a, a tanításnak nem azért van tekintéje, mert én mondom, hanem azért van tekintéje, és akkor van, és csak is akkor van tekintéje, ha te magad is fogod tudni látni, hogy ez az új szövetségnek a tanítása. Mint a bére a beliek. Abcsel 17-ben, a 11. versben azt mondja, hogy nemesebb lelkőek voltak, mint a teszonikabeliek, mert naponta tudak, mert készségesen fogadták a, a pálnak a tanítását, és naponta tudakozták, hogy így vannak-e. Tehát, hogy ez egy kőszikla az Új Szövetség tanítása. Ez a gyülekezetnek az alapja és az oszlopa. És ebben nem csak hallani akarjuk ezt, mert, mert azt mondja, hogy, hogy, hogy részt vettek, vagy foglalatosak voltak, vagy kitartottak állhatatosan az apostolok tudományába, hanem ez azt is jelenti, hogy ők erről beszélgettek. Azt is olvasjuk ebbe a részből, hogy nyilvánosan is találkoztak, meg házanként is találkoztak. Tehát nagy csoportban találkoztak, meg kisebb közösségekben, ahol ezekről tudtak beszélgetni, ezeket fel tudták dolgozni, e felől tudtak imádkozni, és a saját életükbe tudták ezt alkalmazni. Úgyhogy ez az Istennek az igéje, az újszövetség Tanítás, ami át és át és át jár, mert csak akkor tudunk benne maradni ebben a tanításban. A második, amit olvasunk, hogy álhatatosan kitartottak a közösségben, a közösségben. Oké, okay? és mindegyik, tehát azt mondja itt, hogy, hogy, hogy kitartóak voltak ebben, álhatatosan kitartottak. Így a közösségben, közösségben. Még egyszer mondjam, közösségben. Oké, a közösség, ami a görög szó, amit itt használ, az koinónia. És ez ez egy közösség, aminek így a megosztás az alapja, a megosztás. Mit tudom, én itt lenne most előttem egy vödör víz, így van? És ebbe benne vannak, ott van a víz, és most nem akarok nagy hülyeséget mondani, úgyhogy nézek, hogy ki az, aki ért a fizikához, vagy a kémiához, és itt vannak olyanok is. Tehát, hogy benne vannak a vízmolekulák. Talán jó, ha így mondom. Vilmos most becsukta a szemét, elveszítettem őt, de, de, de benne vannak a vízmolekulák, így van? És ezek kapcsolódnak egymáshoz, úgymond közösségben vannak. Ha olajat öntenék rá, akkor az nincs közösségben úgymond a vízzel. És szét is tudnám választani úgymond az olajat és a vizet, ki tudnám venni az olajat a vízből. Ha fognék egy másik pohár vizet, és beleönteném a vízbe, és utána később megpróbálnám kivenni a pohár vizet, amit beleöntöttem, nem tudnám kivenni, mert közösségben vannak, osztoznak, kapcsolódnak. És ez egy új szövetségi kép, amit látunk, hogy egy olyan életre, ami kapcsolódik, ahol tagok, mi rész szerint való tagok vagyunk a Krisztus testébe. Egymásnak a tagjai vagyunk, ez egy másik kép, mint, a, mint, a, mint egy testnek a különböző tagjai hogy ott van a kapcsolódás egymás közt, ott van a ráutaltság egymásra, ott van a szükség, hogy szükségünk van egymásra, ott van, hogy minden tagnak van egy gyengeség, és minden tagnak van egy erőssége. És akkor kezd el igazán működni egy test, amikor a gyengeségünket elismerjük, és a büszkeségünket elveszítjük, az erősségünket felvállaljuk, és engedjük, hogy ezek a kapcsolódások, megtörténjenek, és hogy mélyen osztozzunk abba az életbe, amink van. Ez a közösség. A tanítás, amiről az előbb beszéltünk, az nagyon könnyen lehet egyirányú. Nem kell, hogy egyirányú legyen, nyilván egyirányú abba az irányba, hogy valaki tanít, de ha ezzel foglalkozunk, akkor ez lehet megéltés és többirányú. De a közösség soha nem lehet egyirányú. Így van? Mert ami egyirányú, az nem közösség. Ami egyirányú, az nem közösség. A közösség az mindig több irányú, mindig sok irányú. Gyakorolni a közösséget, megosztani, az mindig kölcsönös. Ezért a gyülekezet, erről szól a gyülekezeti közösség, hogy kölcsönös. És most a közösség szóról beszélek, így van, vagy a közösségről. Most figyeljetek, egyébként Óriási forban vagyunk, vagy előnyben vagyunk, és érdemes lenne elfelől nyilván imádkozni, meg egyszerűen csak, csak engedni, hogy Isten ezt belénk dolgozza még mélyebben, mert a közösség az egy nagyon trendi kifejezés ma. Persze nem csak trendi kifejezés, hanem egy olyan dolog, amire abszolút mindenki vágyik. De azért trendi kifejezés ma a közösség, mert Rádöbben mindenki a kultúránkban és a világunkban, hogy minden, hogy az emberek el vannak magányosodva, hogy az emberek egyedül vannak, hogy el vannak idegenedve egymástól, és hogy valami nem működik, és emiatt hatalmas a depresszió, és, és, és hatalmas az üresség a nyugati emberben, mert el van magányosodva. Elvesztette a közösséget. És most már minden közösség Bármi elé oda teszed, a közösség szót, trendi lesz, jó? De, de tényleg, de, az, de ez ebből a vágyból fakad. Így van, ami régen azt mondtuk, hogy mit mondtunk a BKV-re, azt mondtuk, hogy tömegközlekedés. Ez egy tömegközlekedés. Hol élünk tömegközlekedés? Az nem vonzó, de közösségi közlekedés. Az már rögtön vonzó, nem? közösség ugyanaz, de, de közösségi közlekedés. Közösségi média. Így van, mert közösségre van szükségünk. Régen kultúrház volt, most közösségi ház. Így van, közösségi terek nyílnak, közösségi pontok vannak. Mert az ember mélyen vágyódik arra, figyelj, hogy megosszon, hogy adjon és hogy kapjon. Hogy kapjon és hogy adjon. Hogy mind a kettő működjön. Tudod, és erről szól a gyülekezet, hogy te kapsz és te adsz, te kapsz és adsz, kapsz és adsz, és kapunk és adunk, és a, ennek az intenzitása, ennek a, a valódisága építi, vagy erről szól a közösség. Úgyhogy a közösség építés, ez. Ma, ma, a világunkban, a kultúránkban is egy nagyon nagy érték közösséget építeni, nem? Egy munkahelyen, egy munkahely, ahol a közösségépítés folyik. Mi, van? Mi, második kerületiek vagyunk, ez nem, csak úgy mondom, hogy van egy polgármesterünk, Őrsi Gergely, és jár egy uh, újság, most nem felvágok, hanem az a neve, hogy budai polgár, jó, de <laughs> véletlenül se értsetek félre, <laughs> és uh, szoktam olvasgatni, mert nem tudom, csak, csak érdekel, érdekel. <laughs> és és uh, Gergely, a polgármester, arról beszél, újból és újból, és én, én nagyon csípem, de hogy, uh, hogy közösséget építünk a másik kerületben. Hogy ő közösséget akar építeni, és közösséget és közösségeket akar látni a kerületben, mert különben mindenki egyedül van, és el van magányos, és el van idegenedve. Így van? És azt írja az egyik cikkben, ez most nem a Bibliában van, hanem az őrsi Gergely mondja, jó? Idézem, idézem. Egy közösség akkor alakul ki, ha annak tagjai tesznek érte. Ó, ó, egy közösség akkor alakul ki, ha annak tagjai tesznek érte. Ezt a gyerekémnek is majd elmondom az otthoni közösségre. Miért fontos a Elpakolni maguk után, meg te. <laughs> Ezt tetszett én. <laughs> de, de, de hogy fordítsuk le akár csak így a gyülekezetünkre. Hogy akkor és úgy épül, ha a tagok tesznek érte. Így van, mert figyelj, figyelj, egy másik fontos, mert közösséget igazából a szó legszorosabb értelmében nem lehet felülről, építeni. Felülről nem építhetsz közösséget. Közösséget csak mi tudunk építeni. Felülről lehet terelgetni, lehet teret adni a közösségi épülésének, meg lehet becsatornázni dolgokat, de nem lehet, de a közösséget mi tudunk építeni, ahogy mi hozzájárulunk azzal, amink van, hogy mi megosztjuk azt, amink van, és ezáltal épül a közösség, és élünk meg közösséget, hogy mi megosztunk, kapunk és megosztunk. Na most segítsetek nekem, mit oszthatunk, mi mindent oszthatunk meg. Mondjuk néhány idő. Ó, az időm az nagyon-nagyon-nagyon értékes. Az időm az az enyém, én azt nem adom senkinek. Így de, de, nem, mert amikor megosztom az, adom az időmet, akkor megosztottam valamit. Aztán mit osztunk meg? Nyugodtan bármit lehet mondani, majdnem bármit lehet mondani. Mi mindent osztunk meg az a közösség másnak, másnak, gondolatainkat, így van. Nem, megtartom magamnak a gondolataimat. Így van, nem épül a közösség. Gondolataimat. Aztán szeretet. szeretetet. Így van, megtartom azt is magamnak. Nem, megosztom. Megosztom, mert közösség nincsen megosztás nélkül. Megoszt, megosztom. Nagyon jó szeretet. Aztán tapasztalat. Így van, tapasztalatomat. Aztán Együttérzés, együttérzés az nagyon fontos együttérzés megosztani. Nagyon fontos. Ami olykor, olyan formá lesz, ö, ö, olyan formában kell, hogy megnyilvánulni, hogy csöndbe vagyok. Már úgy értem, hogy meghallgatok valakit, és meghallgatok valakit, és mikor beszélnék, akkor ráharapok a nyelvemre, és tovább hallgatom őt. Nagyon jó. Tessék. Ma anyagi, java, persze, anyagi javaimat is. Megosztom, az, az, az is része az életemnek. Aztán még mit oszhatok meg. Segítségnyújtás, gyakorlati segítségnyújtás. F nagyon jó. Figyelmeztetés jön innen, és az is része a Biblikus közösségnek. Mit oszhatok még meg? Van még valami? Mit gondoltok? Problémát. Nagyon jó oké, nem, 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 a problémámat nem, nem akarok senkit se terhelni a problémámmal. Nem akarok imád kérni, nem akarok problémát megosztani. Így van, akkor az, az, mi lesz? Ez egy valódi közösség lesz? Nem, az egy felszínes közösség lesz. Mert, mert senki nem akarja megosztani a problémát. Sokszor az áttörés ott történik, amikor megosztok egy valós problémát, egy valós kétségbeesést, egy valós fájdalmat, egy valós elakadást, és áttörés történik. Miért? Mert, mert sebzet vagyok, és sérülékenynek mutatom magam, és jön a Krisztus testének a gyógyító szolgálata, úgymond, és találkozik. Illetve valaki más, pedig azt mondja, nekem Isten én is tele vagyok problémával. És igazából én addig azt hittem, hogy egyedül vagyok ebben. Nagyon jó. Tehát, hogy figyelmet. Nagyon jó. Tehát, hogy, hogy, megosztani. 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 És, és hogy mondjam még ezt, és lehet, hogy valahol hamarosan be is fejezem, hogy imádkozzunk, hogy, hogy ez az a, az Egymás életéből való részesedés, a koinónia, a közösség, a közösség olyan jó volt így, nem tudom, egy pár héttel ezelőtt, hogy így imádkoztunk itt az, az ima alkalmon, amikor azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor most üljön ide középre, közénk valaki, akinek, ja, csak úgy érzi, hogy nagyon szüksége van imádságra. És egy pár mondatban megosztott, hogy miért, miért is imádkoztunk érte. Aztán utána, amikor ki kelt a székből, mondtuk, hogy jöjjön ja, most valaki más és egy előbb-utóbb már így mindenki önként jelentkezett, be akart abba a székbe ülni, mert imádkoztunk, meghallgattuk, és imádkoztunk, és Istenhez kiáltottunk. És, és aztán így mindannyiunknak az arca ragyogott. Mindannyiunknak az arca ragyogott Isten jelenlétében, az imádságban, a közösségben, az őszinte közösségben. hogyha állhatatosan kitartottak az apostoli tanításban, de ez lehet egy oldalú. De a közösség soha, mert akkor az nem közösség, hanem kölcsönös. Valaki ezt mondta, pont minap, azt mondja, hogy sokat formálódott a gyülekezetünk az elmúlt időszakban. Ja, hála Istennek ezért. Tényleg hála Istennek. Hála Istennek mindannyiunknak a részért, mindenkinek a részért. Mindenkinek a része nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nagyon. Ja. Sokszor a jelenléted is bátorít, gyógyít. Ne gondold, hogy nem. Ne gondold azt, hogy te vagy azért egy, egy talentumos, és hogy elrejtheted, eláshatod magad, megásod magadnak a sírt, befekszel, és magadra lapátolod a földet, a homokot. Nem, nem, ez egy, egy rejtélyes közösségnek vagyunk a részei, a Krisztus testének, beleoltva Krisztusba, és egymásnak a tagjai vagyunk. Úgyhogy hála Istennek azokért a változásokért, amik történtek, de így folytatódik az idézet. Sokat formálódott a gyülekezetünk, de jó lenne, ha dinamikusabb lenne. Hmm. Szerintetek ez így van? Szer szerintem igen. Szer Én nem tudtam azt mondani, hogy de hülyeség, amit mondasz. De jó. De igazad van. De jó lenne, ha dinamikusabb lenne. Változott, de még változhatna sokat. <laughs> még változhatna sokat. Aztán aranyos volt, mert azt mondta, hogy de igazából, ha őszinte vagyok magammal, ha a saját részemre tekintek, akkor azt mondja, én sem pont, 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 pont. Tehát, hogy, tehát, hogy látta, hogy igen, de hát mitől lenne ez dinamikusabb, ha, offline, ha online vagy? Már most nem az online hallgatóinkra gondolok, feltétlen, bár rájuk is gondolhatok. De ha nem vagy jelen. Egyébként, ha nem adod a jelenlétet, ha nem adod a szívet, ha nem adod a megtörtséged, ha nem adod azt a azt, amit van, csak rendszeresen, hűségesen, alázatosan Isten előtt. Mitől, mitől, mitől változna? Tőlem? Tőlem? Mi a válasz? <laughs> szavazzunk erről hogyha azt gondoljátok akkor, akkor át kell gondolnom néhány dolgot <laughs> még egyszer felteszem a kérdést <laughs> tehát hogy, hogy, hogy mitől tőlem is igen, mert én is tagja vagyok ennek a közösségnek. Nekem is van egy részem ebben a közösségben. És nekem van felelősségem, és több felelősségem van. Hát, mind mindenki másnak, ez igaz. Tehát tőlem is. Jó, végül is igaz. De igazából, így van, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a csodálatos egy közösségben. A csodálatos egy közösségben az az, hogy, 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 hogy egy közösség igazából, a, a, ahogy a tagokban ott van a szellem, hogy a tagokban ott van a Krisztus, és hogy ők elérhetővé válnak Isten számára, így a közösségben és adják magukat, ezáltal formálódik. Egy közösségben az, ami formálódik. Más szavakkal úgy is mondhatnám, hogy ha szeretnéd látni valamit formálódni egy közösségben, egy gyülekezetben, konkrétan most akkor a mi gyülekezetünkben, akkor kezd el megtestesíteni azt. Kezd el megélni azt. Kezd el abban élni és abban járni. Mert, és és ne, ne mondd azt, hogy hát én szeretném, hogy olyan legyen, én szeretném, hogy olyan legyen, ugye te mondhatjuk ezt, de hogy, de hogy, de, hogy, te magad kezd el hűségesen, rendszeresen élni, példázni, megtestesíteni, mert igazából erről szól az, hogy só és világosság vagyunk, és erről szól az, hogy van egy részed. És hogy mondjam ezt neked? Hogy, hogy a részed fontos. Tehát, tehát ha te egy bátorító vagy, ha te Hűséges vagy. Ha te imádkozó vagy, ha te azt mondod, hogy úgy szeretnél jönni az tisztelt, úgy szeretnél jönni egy házi csoportos alkalomra, hogy, hogy felkészülsz a szívbe, és, és komolyan Isten előtt, ö, ö, úgymond, ö, ö, nyitva van a -e te szíved, és ezzel, hogy a szellem szóljon hozzád, meg használjon téged. Ö, tudod mit? Ö, ez ragadós. Ez ragadós, a jó példa ragadós, olyan jó volt, ezért nyilván Biborka, bizonyságát így hallani, de más módokon is hallani. Mert ez így történik, hogy megtesítjük azt. Mert ez szerinti szolgálnak lenni. Úgyhogy, ha szeretnéd, hogy befogadó legy, befogadóbb legyen a gyülekezet. Hányan szeretnétek, hogy befogadóbb legyen a gyülekezet? Oké. Okay. El vagy túl, tudom bizonytalanodva így a kérdéseim után, hogy most mit szabad -e erre mondani? Szeretnénk, hogy befogadó lenni. Ha szeretnéd, hogy befogadóbb legyen, te magad légy befogadóbb, te magad fejezd ki mások befogadását aktívabban. Ha szeretnéd, hogy szeretetteljesebb, vagy figyelmesebb, vagy törődőbb legyen a gyülekezet, hányan szeretnétek azt? Oké, okay. <laughs> akkor te magad legyél nyitottabb, szeretettelesebb, törődőbb, figyelmesebb mások felé. Mert könnyű azt mondani, hogy szeretném, hogy jobban törődjenek velem, vagy figyeljenek rám, de értjük azt, hogy ez a 22-es csapdája, mert hogyha túl sokan mondjuk ezt, akkor igazából mind mástól várjuk ezt. Hanem Isten a te életedben van, téged felkent Isten, neked ott van a szent szellem, az Úr Jézus ott van az életedben, és Te járj benne, mert tekintét kaptál rá. Főleg, hogyha a szívedben megfogalmazódott ez a vágy. Figyelj, azok a vágyok, amik a szívünkben megfogalmazódtak, nagyon erősen fel kell tennünk a kérdést, hogy a szent szellem valamit akar-e nekem ezen keresztül mondani. Mert nagyon sokszor azt csináljuk, hogy a vágyak, amik megfogalmaznak az életünkbe, azt oda tesszük a másik elé, és azt mondjuk, hogy na te miért nem vagy olyan? Tudod, te miért nem cselekszed azt? És beleesünk abba a hibába, amiről Jézus beszélt. Mikor arról beszélt, hogy a mi szemünkbe egy gerenda van, a másik szemében pedig egy szálka van. És állandóan a másik szemét próbáljuk matatni, és abból kiszedni azt a szálkát, és azt mondja Jézus, hogy te képmutató, te képmutató, mert Te olyat vársz el a másiktól, amiben te nem jársz. Te olyat akarsz a másiktól, amit te magad nem teszel. És nyilván ez minden házasságnak a rákfenéje, minden közösségnek a rákfenéje ez a fajta képmutatásunk. Hogy én azt szeretném, hogy az én feleségem annyira törődő legyen, annyira rám figyeljen, annyira ö, ö, egy hullám hosszon legyen velem de nem akarom magammal kezdeni. És ezért olyan csodálatos az evangélium, ezért olyan csodálatos a Biblia, mert a Biblia mindig megtérésre hív minket, és ez fontos. Mindig megtérésre, megtérésre Jézushoz, megtérésre a szellemhez, megtérésre a térdeinkhez, hogy elismerjük, hogy hát én vagyok a képmutató, nem vagyok hiány, nekem van szükségem. És amikor van egy ilyen alázatos, megtört, megtérő szívünk, akkor elkezdjük a szellem gyümölcseit teremni, és azt megtestesíteni, és azt kifejezni, hűségesen, rendszeresen. És minél többen fejezzük azt ki, annál inkább telve van gyümölcsökkel a közösségünk, a gyülekezetünk. Úgyhogy, ha szeretnél hogy a gyülekezetünk imádóbb legyen, hányan szeretnék, hogy egy imádóbb gyülekezet, csak egy olyan, ami ami imádja, oda van Jézusért, oda, odáig van Jézusért, így van? Akkor, akkor egy jó kérdés, hogy oké, okay, akkor te magad, ez a te elhívásod, járj benne, és lehet, hogy ott vannak kilencen körülötted, akik lehet, hogy nem is, nem is, nem is akármi, nem tudom de nem baj, de te az vagy. Mert te Isten embere vagy, mert te meg vagy ragadva a szellem által, mert neked van részed ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben. És ugyanígy az imádkozó. Úgyhogy a személyes példánknak, a személyes példánknak ereje van, hatalma van a környezetünkre, a gyülekezetünkre, a családunkra, a házasságunkra. Amit hiányolunk, azt testesítsük meg. Isten adott neked valamire szemet, adott valamire szívet, de nem azért attól, hogy azt elvárd másoktól, hanem azért attól, hogy te magad járj benne, és ennek van ereje és tekintéje. Úgyhogy, amen, amen, amen. Nem tudom, hogy ez jó befejezése. Álhatatosan elkötelezettek voltak így a közösségben, a közösségben. Úgyhogy figyeltek!